Megszentelték az új búzából sütött kenyeret a Szent György templomban, mindeközben pedig a templom előtti téren gyermekprogramok, kirakodóvásár, kézimunka és kézműves kiállítás várta a kilátogatókat. Az eseményen bemutatkozott a felsőhegyi kézimunkacsoport is. Itt meg a gyerekeknek tartottunk egy kis bemutatót is, meg kézműveskedtünk is. Nagyon mentek a gyűrűk, a nyakláncok, a papírmunkák. Úgyhogy nagyon meg vagyok velük elégedve, meg lepődve is, hogy ennyi kicsi ilyen ügyes. A helyiek számára sokat jelent, és az egyik legfontosabb ünnepség a Szent István napi esemény. Annyit jelent, hogy tudom, hogy ez az ünnepség a magyarok számára egy nagy ünnepség, és örülök neki, hogy itt Törökkanizsán minden évben megbírjuk tartani. Az új kenyeret Újhelyi Nándor, a községi képviselő testület elnöke vágta fel. Íme az új lisztből készült kenyér. Ahogyan egy felszentelt papnak az kell a legfőbb feladata legyen, hogy bemutassa a Szent Misét, és hogy belénk, hívőkbe plantálja a keresztény értékeket, úgy nagyon fontos, hogy a magyar művelődési és civil egyesületek felkarolják, maguk köré fogják az itteni közösséget, és tulajdonképpen ilyen rendezvények által lehet mindezt csinálni. Az eseményt 15 éve minden alkalommal a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület szervezte meg. Elmondhatom, hogy nem csak a magyaroknak jelent, természetesen nekünk a közösségi életet, egymásra hangolódást, egymásra találást, de az összhelyi lakosság nagyon kedveli ezt a rendezvényt, és mindenki itt szokott lenni. Tulajdonképpen vegyesen itt vagyunk a téren. Az esemény alatt fellépett a Sarkantyú Tambura zenekar, de színes zenei és néptánc összeállítással érkezett a Tiszagyöngye Művelődési Egyesület is. Az esemény utcabállal zárult.